Jöhet az újabb nemzeti konzultáció. A gazdaságpolitika és a semlegesség lehet a téma, az a cél, hogy uniós átlag felett növekedjen a gazdaság. Migrációs lázban ég Európa, egyre többen próbálják távol tartani a bevándorlókat, az olaszok holnaptól Albániába szállítják át az érkezőket. Csoportos rablásért ítélték el korábban Magyar Péter testőrét, pár hete is ő vigyázott rá, Magyar Péter szerint neki nincs testőrsége. Egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtést, mától a távfűtésnek is működnie kell országszerte. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben az M1-en, és a Dunán Józsanát vagyok. Nemzeti konzultációt kezdeményez a Fidesz a gazdasági semlegességről és a legfontosabb, a magyar embereket érintő gazdasági kérdésekről. Erről Kocsis Máté, a Nagyobbik Kormánypárt frakció vezetője beszélt a kétnapos kihelyezett esztergomi frakcióülés után. A Fidesz KDNP kommunikációs igazgatója az M1-en arról beszélt, a legújabb konzultációban olyan témákról kérnék ki az emberek véleményét, mint a lakhatás, a béremelés, illetve a kis- és középvállalkozások támogatása. Ez jó, ez a lakás. Az eladó ingatlanokat nézegeti az interneten Fábián Martin. Feleségével költöznének albérlet helyett saját otthonba. Egyelőre azonban nincs annyi önerejük, hogy lakást vásároljanak. Mindenféle segítség az jó segítség. Nekünk is, hiszen most a párommal éppen egy albérletben lakunk, és szeretnénk elindítani a saját életünket most már nagybetűsen. Hamarosan a Csok plusz, a falusi csok és a babaváró hitel után egy újabb, főleg a fiatalok élethelyzetét segítő program indul. A megfizethető lakhatás. Most ezzel kell foglalkozunk igazából. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy az új gazdaságpolitika egyik elemeként hamarosan lakhatási program indul. A kormánypártok hétvégén tartott kétnapos kihelyezett esztergomi frakciülésén aztán meghirdette gazdasági programját a miniszterelnök. A megfizethető lakhatás mellett ennek része az 1 millió forintos átlagjövedelem, a munkáshitel és a tőkejuttatás a magyar kis- és középvállalkozásoknak. A Nagyobbik Kormánypárt frakcióvezetője Kocsis Máté a kihelyezett frakciülés után jelentette be, hogy a Fidesz nemzeti konzultációt kezdeményez a legfontosabb gazdasági kérdésekben. Ezekben a nagy témákban szeretnénk, hogyha a kormány megfontolná egy nemzeti konzultáció indítását, és szeretnénk, hogyha a konzultáció eredményéből döntések is következnének. Felkérjük a kormányt arra, hogy indítson nemzeti konzultációt a gazdasági semlegességről. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az M1-en megerősítette. Nemzeti konzultációt szeretnének a gazdasági témákról. Mencer Tamás azt mondta, a kihívásokra a gazdasági semlegesség a magyar válasz. Szerinte ez teszi lehetővé, hogy jövőre 3-6%-os lehessen a GDP növekedés. Azért fontos a nemzeti konzultáció, azért hívjuk a magyarokat arra, hogy kössünk egy új egyességet, újra alakítsunk ki egyetértési pontokat, amennyiben egyetértenek a kormány céljaival, támogassanak bennünket, mert látható, hogy Brüsszelben más utat szánnak Magyarországnak. És a baloldal és mindenfajta csatolt része pedig Brüsszelhez csatlakozott. Hát ezért fontos, hogy támogassák a kormányt. A kormány 2010-ben vezette be a Nemzeti Konzultáció intézményét. Eddig 13 alkalommal kérték ki a magyarok véleményét számos olyan politikai és társadalmi kérdésekben, mint például a bevándorlás, a terrorizmus vagy a háború. Az a cél, hogy a nemzeti konzultációk segítségével a jelentős döntéseknél egyetértési pontok jöjjenek létre a kormány és a magyarok között. Erdélyi Rezső Krisztiánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét kapcsoljuk. Jó napot kívánok! Mi lehet az oka annak, hogy újabb nemzeti konzultációt indítana a Fidesz? Jó napot kívánok! Az ok alapvetően az, hogy ha megnézzük, akkor a szuverenista magyar kormány ismét egy olyan politikai irányba kíván elmozdulni, amely ellentétes azzal, amit a brüsszeli baloldali mainstream szeretne elérni. Tehát a gazdaság tekintetében például nem a blokkosodást szeretnék, hanem egyfajta konnektivitást, amikor nyugat és kelet felé is nyitva tartják a kereskedelmi útvonalakat, illetve olyan típusú politikákat, szakpolitikákat szeretnének bevezetni, ami nyilvánvalóan ellenérzéseket szül, vagy ellenérzéseket fog szülni a brüsszeli többségben, és azért, hogy
ezt megtámogathassák, azért arra van szükség, hogy egyetértési pontokat találjanak a választópolgárokkal, és ezért lehet az véleményem szerint, hogy kikérik ismét a választópolgárok véleményét, immár sokadik alkalommal. Ugye a nemzeti konzultáció az egy speciálisan magyar eszköz, hogyha úgy tetszik, amin keresztül immár egy tucat alkalommal eddig kikérték a választópolgároknak a véleményét. Ugye itt fontos megjegyezni, hogy itt nem pártpolitikai kérdésekről van szó, hanem olyan kérdésekről, legyen szó gazdaságról, legyen szó migrációról, amik évtizedekre, de hogyha úgy tetszik, akár évszázadokra is meghatározhatják Magyarország sorsát, sőt, hát ugye ha a migrációt nézzük, akkor egész Európa sorsát, és nem csak Magyarországét. Hogyan segítheti ez az újabb konzultáció a kormány munkáját? Mindenképpen a legfontosabb része ennek, hogy abban az esetben, hogyha a választópolgárok egyetértenek a kormányzatnak az elképzeléseivel, és támogatólag lépnek fel, és kitöltik ezt a bizonyos nemzeti konzultációt, akkor az egy eszközt adhat a kormányzat kezébe, hogy megmutathassa akár belföldön az ellenzőknek, akár a külföldi ellenzőknek, hogy nem csak ők szeretnének megvalósítani, vagy nem csak ők szeretnék megvalósítani azokat a szakpolitikákat, legyen szó gazdasági semlegességről, legyen szó a béreknek az emeléséről, vagy legyen szó akár a lakhatáspolitikáról, nem csak a kormányzat szeretné ezeket megvalósítani, de valóban a magyar választópolgároknak a milliói is mögöttük állnak, és ugyanezt az elképzelést szeretnék ők is továbbvinni, ami nyilván egy sokkal hathatósabb fellépést tesz lehetővé a kormányzat számára, mint azt, hogy a legutóbbi választáson milyen eredmények születtek, hiszen van egy a közvetlen demokráciának egy eszközét, a nemzeti konzultációt is fel tudják használni. A gazdaság kulcsfontosságú téma lett az elmúlt hetekben. Milyen kérdések, témák merülhetnek majd fel a kérdőívben? Azt ugye említette, hogy nem pártpolitikai kérdésekről lesz szó. Alapvetően mindenképp fontosnak gondolom, hogy azok a gazdasági kérdések, amelyek felmerültek az elmúlt hetekben, akár a munkáshitel, akár a lakhatáspolitika, annak a kérdései, a megfizethető lakhatásnak a kérdései, vagy a béremelések, azok véleményem szerint szerepelni fognak ebben a konzultációban, és azért ezek abból a szempontból nagyon fontos témák, hogy nagyon nem mindegy, hogy Magyarország gazdaságilag milyen úton indul el, tehát bele simul abba a brüsszeli elképzelésbe, amelyik azt képzeli el, hogy a világgazdaságot gyakorlatilag ketté kell vágni, ugyanakkor ez megnehezíti a gazdasági növekedést, vagy pedig egy szuverenista utat jár, amelyik azt mondja, hogy szükség van nyugattal és kelettel való kereskedésre egyaránt, mégpedig azért fontos, mert ez utóbbi, a gazdasági szuverenitás, gazdasági semlegesség, az lehetővé tesz egy nagyobb arányú gazdasági növekedést. Erdélyi Rezső Krisztián, köszönjük szépen! Köszönöm! Hadat üzent az Európai Néppárt, miután Orbán Viktor felmosta Manfred Weberrel a padlót, ezt írta a Magyar Nemzet, annak kapcsán, hogy az Európai Néppárt közé tett egy fotót Orbán Viktor miniszterelnökről, amelyhez azt írták, ideje távozni. Reagálta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója és Mentzer Tamás felidézte, hogy a Néppárt frakciójában ülő Magyar Péter kijelentette, le kellene mondani a nemzeti szuverenitás egy részéről. Mentzer Tamás azt írta, újra külföldről akarják megmondani, milyen kormánya legyen Magyarországnak. Szerinte az a Manfred Weber akar diktálni, aki a migráció és a háború legfőbb támogatója. A magyar uniós elnökség programjáról alig, belpolitikai témákról viszont annál többet beszélt Manfred Weber múlt héten az Európai Parlamentben. Az Európai Néppárt elnöke a magyar kormány támadta, amit most a párt a közösségi oldalakon folytat. Közzétettek egy olyan fotót, amin a magyar kormányfőt piros háttér előtt ábrázolják, a képhez pedig azt írták, time to go, vagyis ideje menni, itt az ideje, hogy Orbán Viktor távozzon. A Telex úgy fogalmaz, senkinek nem lehetnek kétségei afelől, hogy mire akarnak utalni. A baloldali lap szerint a júniusi EP választással jött el a fordulópont a Fidesz és a Néppárt kapcsolatában, amikor a Tisza párt képviselőit felvették a párt frakciójába. Ez a megállapodás a szemünk előtt jött létre. Orbán Viktor már a strasbourgi vita után arról beszélt, az Európai Bizottság és az Európai Néppárt vezetője meg akarja buktatni a szuverenista magyar kormányt, Manfred Weber pedig a Tisza pártot és Magyar Pétert akarja kormányon látni. Egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani. Magyar Péter azóta egy videóban tette egyértelművé, hogy brüsszeli elvárásra a nemzeti szuverenitás egy részéről is lemondana. Valóban egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani ahhoz,
hogy egyébként a magyar emberek megkaphassák ezeket az uniós forrásokat. Mencer Tamás a közösségi oldalán reagált, azt írta, újra külföldről akarják megmondani, milyen kormánya legyen Magyarországnak, és Manfred Weber akar diktálni, aki a migráció és a háború legfőbb támogatója. Hozzátette, Magyar Péter elmondta, mi Weber támogatásának ára, le kell mondani a nemzeti szuverenitásról, azaz be kell engedni a migránsokat, csatlakozni kell a háborúpártiakhoz, el kell törölni a multik által fizetett adókat, a rezsicsökkentést, és el kell venni a 13. havi nyugdíjat. Mert egy fogott ember, hát a mentelmi jogával fogják. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az M1-en arról is beszélt, Magyar Péter mindenben kiszolgálja a néppárt érdekeit, hogy őt továbbra is védje a mentelmi jog. Itt az idő a távozásra, mondják Orbán Viktornak, jöjjön egy ilyen irányított, fogott, zsarolt báb figura, meg báb figurákból álló kormány, Magyar Péter vezetésével, és akkor majd ők mindent végrehajtanak, amit Weber úr és von der Leyen asszony diktál. A Magyar Nemzet közben arról írt, hadat üzent az Európai Néppárt, miután Orbán Viktor felmosta Weberrel a padlót Strasbourgban. A lap szerint a legjobban az fájhatott a néppárt elnökének, amikor Orbán Viktor rámutatott, Manfred Weber azért lett hungarofób, mert 5 éve nem ő lett az Európai Bizottság elnöke, amiben a magyar kormányfő jelentős szerepet játszott. Az Európai Unió megnyitott Albániával az uniós csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Szijjártó Péter külügyminiszter Luxemburgban történelmi jelentőségűnek nevezte a folyamat elkezdését, amelynek célja, hogy az ország a lehető leghamarabb az unió tagja lehessen. Úgy fogalmazott, az Európai Unió veszít versenyképességéből és súlyából a világban, ezért frissességre, új rendületre van szüksége, amelyet a nyugat-balkáni térség országai biztosíthatnak. Az Európai Unió Albánia kormányközi konferenciára érkezett kedden reggel a balkáni ország miniszterelnöke Edi Rama. Albánia 15 évet várt arra, hogy megkezdődhessenek a tárgyalások az uniós csatlakozásukról. For Albania, there is no other future. Albánia számára nincs más jövő és nincs más út, csak az Európai Unió, hangsúlyozta Albánia miniszterelnöke. Edi Rama leszögezte, nekik nincs B-tervük, az európai közösséghez tartozás az egyetlen lehetőség. A kormányfő méltatta a magyar soros elnökség szerepét. Köszönet a magyar elnökségnek, amely nagyon fontos szerepet játszott ebben a folyamatban. Méghozzá oly módon, hogy előre mozdították ezt a folyamatot, és köszönet Várhelyi Olivér uniós biztosnak és csapatának, akik folyamatosan segítettek minket, hangsúlyozta Edi Rama. Várhelyi Olivér bővítési biztos kiemelte. Albániával most megnyitották a csatlakozási folyamat első fejezetét. Így megnyílt az út az érdemi tárgyalások megkezdése előtt. A bővítésért felelős uniós biztos arról is beszélt, hogy ehhez a magyar elnökség erőfeszítései is kellettek. A magyar elnökség azzal kezdte a munkáját, hogy a bővítést nem csak politikai prioritássá emelte programjában, hanem óriási erőfeszítéseket szentelt annak, hogy az intézményi folyamatokat is előre mozdítsa. Ez az összes olyan döntést és találkozót jelentette, ami ahhoz kellett, hogy tényleges előrehaladást lehessen elérni a tárgyalások megkezdéséhez. Mondta Várhelyi Olivér, aki hozzátette, a bővítés az EU3 leginkább előnyben részesített területéhez tartozik, hiszen bővítés nélkül nincs erős Európa. Történelmi jelentőségű, hogy az Európai Unió megnyitotta az uniós csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Albániával annak érdekében, hogy az ország a lehető leghamarabb az Európai Unió tagja lehessen, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar elnökség napirendjén kiemelten szerepel az uniós bővítés felgyorsítása a Nyugat-Balkán országaival. Meg kell értenünk, hogy az Európai Unió veszít a versenyképességéből, veszít a súlyából, amikor a globális politikáról és a világgazdaságról beszélünk. Értenünk kell azt is, hogy az Európai Uniónak frissességre, új energiákra, új lendületre van szüksége. És mivel mi szomszédosak vagyunk a nyugat-balkáni régióval, és jól ismerjük azt, így biztosak vagyunk abban, hogy az új energia onnan fog érkezni, mondta Szijjártó Péter. Hozzátette. Éppen ezért valós európai érdek, hogy felgyorsuljon a nyugat-balkáni országok csatlakozása. Ennek kapcsán fontosnak nevezte, hogy az Európai Unió fenntartsa bővítés politikájának a hitelességét is.
Elindult az első migránscsoportot szállító hajó az olasz Lampedusa szigetéről Albániába. A balkáni országban két tábort is kialakítottak azoknak az illegális bevándorlóknak, akik Olaszországba szeretnének eljutni. A migránsok menedékkérelmét így mostantól az Európai Unió területén kívül bírálják el, és csak azokat engedik be a tagállamokba, akiket már ellenőriztek. Egymás után húzzák partra a csónakjaikat a szenegáli halászok minden nap nyugtakor, de rendszeresen akad olyan hajó is, amelyik nem tér vissza, mert hosszabb útra vállalkozott. A lélekvesztőkkel tömegesen vágnak neki az Atlanti-óceánnak a migránsok. A nyugat-afrikai országból sokan a kontinenstől mintegy 1000 kilométerre fekvő Kanári-szigetekre próbálnak eljutni. Idén már több mint 30 ezeren érték el a spanyol autonóm területet, több mint kétszer annyian, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A régió elnöke nemzetközi együttműködést sürgetett a migráció enyhítésére. Ha ez így megy tovább, egyre többen fognak meghalni, már nem tudunk a megfelelő mértékben segíteni a migránsoknak. A helyiek körében is egyre több lesz a feszültség és az aggodalom, magyarázta a Kanári-szigetek elnöke. Hatalmas a nyomás az olasz partoknál is, különösen a Líbia közelében fekvő Lampedusa szigetén. Az észak-afrikai országból éveleje óta több mint 30 ezeren érkeztek olasz területre, ami a teljes bevándorlási hullám több mint fele. A hatóságok úgy próbálják csökkenteni a migránsok számát Lampedusán, hogy átszállítják őket a kontinensre. Mostantól azonban nem olasz területre érkeznek majd, hanem Albániába. Olaszország megkezdte a migránscsoportok szállítását az Albániában létesített táborokban. Az első csoport 16 főből áll, kizárólag férfiakról van szó, egyiptomiak és bangladesiek. Az olaszországi besorolás szerint ők biztonságos országból származnak. Az olasz parti őrség sietett a segítségükre, először Lampedusára vitték őket. Olaszország a balkáni országban két helyen is befogadó központot alakított ki a migránsoknak, ahol benyújthatják menedékkérelmüket és megvárhatják az elbírálást. Az első csoport szerdán érkezik az olasz haditengerészet hajóján, az albániai Shenzhenbe, ahol az épületek 5 méter magas falakkal és árkokkal vannak körbevéve, de egy kisebb tábori fogdát is kialakítottak. A jószomszédi és európai felelősségérzetünk alapján döntöttünk a migrációs megállapodásról. Természetesen nem vagyunk tagjai az Európai Uniónak, de attól még európaiak vagyunk, és ezt nem lehet tőlünk elvenni. Hogy ez egy újítás lesz vagy sem, működni fog vagy sem, azt még meglátjuk, de az biztos, hogy jobb, mintha csak ideológiai vitát folytatnánk a kérdésről, és nem tennénk semmit, nyilatkozta az albán miniszterelnök. Beinvitáljuk a globális délnek azokat a tagjait, akikről semmit nem tudunk. A jelenlegi európai bevándorlás politikával tömegesen ellenőrzés nélkül érkeznek a migránsok a tagállamokba, hangsúlyozta Somkuti Bálint a Kossuth Rádióban. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet szakembere szerint az olasz-albán megállapodás egyik legnagyobb előnye, hogy a migránsok menedékkérelmét még az Európai Unión kívül elbírálják. Sikerült az olasz kormányzatnak egy olyan megoldást találnia, amely kis lazasággal, de belefér a nemzetközi jog és az Európai Uniós elvárások keretébe is, viszont azokat az olasz szempontokat is figyelembe veszi, hogy azoknak, akinek nem bírálják el pozitívan a kérelmét, azok már nem Olaszország területén vannak, tehát nem kell őket kitoloncolni fizikailag. Közben az illegális migráció miatt hétfőn Horvátországban egyeztetett a római, a zágrábi és a ljubljanai belügyminiszter. A három oldalú találkozón a tárcavezetők megállapodást sürgettek az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és Bosznia-Hercegovina között, ahol a Frontex már azelőtt megállíthatná a migránsokat, hogy belépnének az Európai Unió területére. A börtönök túlzsúfoltságát vizsgálják Szlovéniában, ahol egyre több migráns és embercsempész van rács mögött. A szlovén hatóságok idén 50%-kal több embercsempészési kísérletet hiúsítottak meg, mint tavaly. A mintegy 1350 férőhelyes börtönökben már átlagosan 1800 a fogvatartott. Az állam ezért már több százezer eurós kártérítést fizetett ki. Lent van Magyar Lovrics Mirjana. A kormány a múlt héten szigorított biztonsági körülményeket hirdetett, és ezzel előirányozta a börtönbüntetés ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét. Az intézkedés előzetes becslések szerint legfeljebb 100 bebörtönzött személyt érint, így a problémát semmiképp sem oldja meg véglegesen. A fő gond továbbra is az új fogvatartottak, főleg embercsempészek folyamatos beáramlása.
több mint 200 palesztinpárti tüntetőt tartóztatott le a rendőrség a New York-i tőzsde épülete előtt. A tiltakozók a gázai és libanoni harcok beszüntetését és a zsidó államnak szánt amerikai támogatások leállítását követelték. Sokan Izrael ellenes jelszavakat skandáltak, a gázai hadműveletet pedig népirtásnak nevezték. Néhány demonstráló is áttörte a hatósági kordont, a tőzsdére azonban nem sikerült bejutniuk. A helyszínen egy kisebb létszámú Izrael párti ellentüntetés is volt, a két csoport közötti összecsapások azonban sikerült elkerülni. Rakétákkal lőtte egymást Libanon és Izrael ismét. A libanoni Vöröskereszt szerint legalább 21-en meghaltak, sokan pedig megsérültek. Közben az ENSZ felszólította a zsidó államot, hogy tartózkodjon a békefenntartói elleni erőszaktól. Az izraeli kormány azonban azt állítja, a Hezbollah fedezékként használja a katonai bázisokat. Hátrahagyták az autóikat és menekültek az emberek Tel Avivban, amint megszólaltak a légvédelmi szirénák. Mindenki azonnal a legközelebbi óvóhely felé vette az irányt. Később kiderült, hogy a libanoni Hezbollah 3 lövedéke jutott át izraeli területre, de mindhármat sikerült megsemmisíteni. Ezt a felvételt maga a Hezbollah tette közzé. Elmondásuk szerint a videón az látszik, ahogy az észak-izraeli Haifa városát lövik. Bár a légvédelemnek minden rakétát sikerült kilőnie, a lehulló darabok több épületben is kárt tettek. Izrael szinte azonnal válaszolt, rakétát lőttek ki egy főként keresztények lakta észak-libanoni településre. A támadás mindenkit váratlanul ért, Izrael ugyanis eddig leginkább a déli területeket célozta. A libanoni Vöröskereszt szerint több mint 20 ember meghalt és sokan megsebesültek. Libanonban az elmúlt napokban több ENSZ békefenntartó is megsebesült, amikor az izraeli katonák tankkal lőtték az állásaikat. A világszervezet felszólította a zsidó államot, hogy tartózkodjon a kék sisakosok elleni erőszaktól. Október 1-e óta az ENSZ libanoni állásait 20 alkalommal érte támadás, egyszer az izraeli védelmi erők 2 harckocsija is betört. 5 békefenntartó sebesült meg az incidensben, egyiküket meg is lőtték, mondta az ENSZ főtitkár szóvivője. Az izraeli kormány szerint ezekre a csapásokra azért volt szükség, mert a Hezbollah rejtekhelyként használta az ENSZ misszió bázisait. Benjamin Netanyahu miniszterelnök leszögezte, a békefenntartók biztonságát úgy lehet a legjobban garantálni, ha elküldik őket Libanonból. Az a vád, hogy Izrael szándékosan támadta a békefenntartókat, egyáltalán nem igaz. Pontosan az ellenkezője igaz. Izrael többször is megkérte a missziót, hogy ideiglenesen hagyják el a harci zónát. Izrael nem a békefenntartók vagy a libanoni nép ellen harcol. Irán szövetségese, a Hezbollah ellen harcolunk. Ők viszont az ENSZ állásait használják fedezékként, mondta az izraeli kormányfő. Cisjordániában is feszült a hangulat, Jeninben izraeli katonai járműveket és buldozereket látni. Kedden a katonák több rajtaütést is végrehajtottak, amikor a Hamász és az iszlám dzsihád terroristáit keresték. Csoportos rablásért ítélték el korábban Magyar Péter egyik testőrét, aki az MTVA székházánál tartott tüntetésre is elkísérte a Tisza párt elnökét, tudta meg a Mandiner. A lap szerint a férfi, aki az októberi demonstráción készült felvételeken, jól láthatóan közvetlen közelről vigyázott Magyar Péterre, még a 2000-es években vett részt egy csoportosan elkövetett rablásban, amiért több évet rács mögött kellett töltenie. Az első pillanatoktól kezdve testőrök gyűrűjében mozog a nyilvános eseményein Magyar Péter. Sőt, a közéletbe történő berobbanását is azzal indította, hogy 24 órás személyi védelmet kért magának. Manfred Weberrel egyeztetett már a mentelmi jogáról? Nemrég az MTVA épülete előtti tiszapárti tüntetésen is füldugós, fekete ruhás szerelésben lévő emberek felügyelték minden lépését. Mostanra viszont kiderült, hogy egyikük csoportos rablásért ült, számolt be róla a Mandiner. A lap fotót is közöl a KZ monogramú férfiról, aki közvetlen közelről vigyázott Magyar Péterre az októberi demonstráción. A Tisza párt elnökének testőre a Mandiner szerint még a 2000-es években vett részt egy csoportosan elkövetett rablásban, amiért több évet kellett rács mögött töltenie. A csoportosan elkövetett rablás igen súlyos bűncselekmény, amiért 5-től 10 évig tartó szabadságvesztés jár. Úgyhogy szerintem tűnjenek. Magyar Péter testőrének esete azért is érdekes, mert nemrég derült ki egy másik hozzá köthető szeméről is, hogy bűncselekményt követett el. Semmit nem mondok, önök bűnösök. A Tisza párt szolnoki koordinátoráról, akiről az M1 is készített felvételeket az MTV előtti demonstráción,
Korábban a Mandiner írta meg, hogy letartóztatták, mivel jövedéki adózás alól elvont dohány és cigaretta megszerzésével, illetve azzal való kereskedéssel gyanúsítja az ügyészség. A cikk megjelenése után nem sokkal Magyar Péter és a Tisza párt felületeiről pánikszerűen törölni kezdték a pártelnökről és a letartóztatott Tiszás koordinátorról készült közös képeket, valamint azokat a felvételeket, amiken a gyanúsított személy Radnai Márk alelnökkel és Nagy Ervin színésszel közösen pózolt. Amíg be tudjunk kerülni a parlamentbe. Tavasszal egy másik férfiról, Deák Boldizsáról írta meg a Magyar Nemzet, hogy a kommunizmus éveiben besúgóként segítette a belügyminisztérium munkáját. A Tisza párt egykori alapítóját alap információi szerint egy bolti lopás elkövetése után sikerült beszervezni. A Mandiner arra emlékeztet, Magyar Pétert is csak a mentelmi joga védi jelenleg a büntetőjogi felelősségre vonástól. Az Ötkert nevű szórakozó helyen ugyanis a Tisza párt elnöke még nyár elején dulakodásba keveredett egy férfival, akinek a gyanú szerint a telefonját is elvette. Az ügyben eljárás indult, Magyart pedig garázdasággal és lopással gyanúsítják a történtek miatt. A legfőbb ügyészség ki is kérte a baloldali politikust az Európai Parlamenttől, ő azonban azóta sem akar lemondani a mentelmi jogáról. Magyar Péter szerint neki nincs testőrsége, jellemzően maga jár mindenhová. A Tisza párt elnöke a férfi korábbi bűnügyéről szóló információkra úgy reagált, a rendezvényeiket biztosító biztonsági emberek nem rendelkezhetnének a szükséges engedélyekkel, ha büntetett előéletűek lennének. Magyar Péter közvetlen munkatársa és barátja volt a cigarettacsempész, erről ír a Metropol alap szerint. Csés Sándor a magánéletben is szoros kapcsolatot ápolt Magyar Péterrel. A férfi cigarettacsempészett és pénzmosás miatt tartóztatták le múlt héten. A Metropol szerint bizonyítékok vannak rá, hogy Csés Sándor már a kezdetektől Magyar Péter egyik legfontosabb embere volt, de magánéleti kapcsolat is volt közöttük, gyakran jártak együtt különféle szórakozó helyekre. Miután azonban a férfi büntetőügybe keveredett, Magyar Péterék igyekeztek közönséges szimpatizánsként beállítani a férfit. Az illető nem volt soha a Tisza párt tagja, így ragált a cigarettacsempészetért letartóztatott férfi ügyére Magyar Péter. A Tisza párt elnöke internetes bejegyzésében azt is írta, talán kétszer fotózkodott vele nyilvános rendezvényen pár ezer másik emberhez hasonlóan. Egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtést Magyarországon, mától ráadásul a távfűtésnek mindenhol működnie kell. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy fűtés előtt érdemes éves ellenőrzést tartani. Tisza Derzsán tegnap egy idős házaspárt ölhetett meg a szénmonoxid, egy 14 éves tiszafüredi gyereket pedig mérgezés gyanú miatt ájultan vittek kórházba. Hetek óta melegek a radiátorok ebben a komlói társasházban. Már szeptemberben annyira hideg volt, hogy a szolgáltató inkább beindította a távfűtést. Az erőműtők kijönnek, a karbantartók átnézik az egész rendszert, légtelenítik, hogyha kell, és akkor utána, amikor kell, akkor beindítják a fűtést. Látszik itt is. Egyre több helyütt fűtöttek be már a szezon előtt, köztük ebben az Alaegerszegi társasházban is. A kötelező karbantartás után indították be a rendszert, amelyet a nyáron végeztek el a szakemberek a próbafűtéssel együtt. Nagyon sok házban van már olyan, hogy ettől az időponttól eltérnek, azaz állandóan készenlétben kell tartani a fűtési rendszert, így akár mondjuk májusban vagy júniusban is üzemképes állapot kell, hogy legyen. A legtöbb új társasházban már egyedileg tudják szabályozni a lakók a fűtésüket. Országszerte korábban kezdődött a szezon a hirtelen jött hideg miatt. Mostanra pedig nem csak lehetőség, hanem kötelező is, hogy mindenhol működjön a távfűtés. Jelenleg ez a 7,5 megawattos kazánunk üzeme, ez látja el bővel most a Kaposvár város távfűtését. Kaposváron éjjelente szinte mindig 10 fok alatti a hőmérséklet. A városi távhőszolgáltatónak több mint 7000 fogyasztója van, több közintézményt is ők látnak el, elég kedvezményes áron. Jelentősen változott október 1-től a különkezelt intézményeknek az ára, a lakossági árak nem változtak, ugye azok már régóta be vannak fogyasztva és csökkentett árak, de a különkezelt intézményeknek az ára több mint 50%-kal csökkent, a tavalyi 10.000-nél magasabb forint per gigazsúras ár most október 1-től 4.409 forint per gigazsúras ár lett.
Télen is mindenütt maradnak a rezsicsökkentett lakossági gázárak. Erről ír az Energiaügyi Tárca. Úgy fogalmaznak, a magyar kormány az állandósult brüsszeli támadások ellenére továbbra is mindent megtesz, hogy megőrizze a rezsitámogatást. A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyarok vághatnak neki a legbiztonságosabb körülmények között a télnek. Erről a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormány biztos írt a Facebook oldalán. Németh Szilárd úgy fogalmazott, sikeres volt Orbán Viktor miniszterelnök politikája, ami hazánkat kimenekítette az EU orosz gáz és kőolaj embargójából. Jelentős lehűlés érkezik Magyarországra hét második felében, több helyen is fagypont közelébe süllyed majd a hőmérséklet. A szélvédett területeken fagyhat is. A meteorológusok már kiadták a figyelmeztetést a közelgő hideg hullám miatt. Készülnek a gazdák és a gumiszervizek is. Kukoricát takarítanak be ezen a mezőgazdasági területen, szőlősgyörök mellett. Az aszályos nyár miatt az átlaghoz képest jóval alacsonyabb hozamra számítanak. Látszik rajta, hogy ezek a szemek az aszály miatt nem tudtak kitelítődni. A gazdáknak ráadásul az esetleges fagyokra is fel kell készülniük a földjeiken. A következő hetektől ugyanis hajnalban fagyok lehetnek. Ősszel ezért a hideghez jobban alkalmazkodó növényeket vetik el. Az őszi vetésű növények, tehát a repce, az őszi árpa, a búza, ezek már viszonylag jobban bírják az ilyen szélsőséges fagyokat. Tárcsáznak a gazdák a szántóföldeken, makó közelében. Ebbe töltjük be a baktériumot, a szárbontó baktériumot, és ezt a tárcsázással egy menetbe juttatjuk ki. A károkozók ritkításában egyébként nem csak a mesterségesen bevitt baktériumok, hanem a tartós fagyok is segíthetnek. A következő napokban nem csak a földeket, hanem a mezőgazdasági gépeket is fel kell készíteni a hidegebb időjárásra. A Hungaromet szerint a héten ugyanis a szélvédettebb területeken reggelente akár fagypont körüli értékek is lehetnek. A gépeknek, tehát permetezőgépek például, vagy ami folyékony kijuttatásra alkalmas gépek, ezeket kell ugye téliesíteni, mert ezek ugye elfagynak, szivattyúk, tehát több száz fontos károk keletkeznek, hogyha ezek elfagynak. A gumiszervizeknél közben az októberi rohamra készülnek. Szakemberek ajánlása szerint, amikor az átlaghőmérséklet tartósan 7 fok alá csökken, érdemes téli abroncsra váltani. Úgy gondolom, hogy mindenkinek saját felelőssége az, hogy a gumikat le kellene cserélni, a téli gumit a nyárira, a nyári gumit a télire. Egy 8 fok alatt már én is tapasztaltam azt, hogy amikor télen mentem véletlenül nyári gumival, sokkal nagyobb volt a csúszás, és sokkal nem tudtam úgy megállni. Mozognak ezek a kis bordák, úgy kitolják, kitaszítják a havat és a lacsakot. A speciális szerkezetű és mintázatú téli abroncsoknak jobb a tapadásuk hidegben és havon, vagyis gumicserével számos baleset is megelőzhető. Mivel 0 fok körüli hőmérsékleteket tapasztalhatunk reggelente, így már ajánlott a téli gumi felrakása és a cseréje. Nyilván egy téli guminál például a féktáv jó pár méterrel lerövidülhet. Magyarországon nem kötelező a gumicsere. A sofőröknek ugyanakkor azt javasolják, hogy aki teheti, a következő hetekben váltson téli aproncsra. A híradót látták déltől, maradjanak velünk, már is jön a Nemzeti Sporthíradó. Környei Bence várja önöket.